Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. A kettes számú általános iskolába jöttünk, Hagybőszemény városból. És kinek a meghívásának tesztek eleget? A budai főrabbi meghívásának. Az énekkarnak a tagjai, 5.-től 8. osztályos tanulók, zömében keresztény, vallású szülők gyermekei, főleg reformátusok, azonban a városban, kisebbségben katolikusok és baptisták is élnek. Nagyon örülök, hogy a gyerekekkel együtt én is eljutottam a zsinagógába, aztán a zsidó múzeumba, mert a mi gyerekeink a zsidó emberek életét, vallási szokásait már csak úgy ismerhetik, hogy a nagyszülőktől, esetleg a dédszülőktől hallanak róla, vagy néhány könyvet megpróbálnak a múzeumból elkérni, de azokat olyan féltve őrzött kincsek, hogy nem is szívesen adják, vagy bocsátják a rendelkezésünkre. Otthon a katolikusok, a görög katolikusok, római katolikusok, reformátusok, baptisták jó kapcsolatot tartanak, vannak közös istentiszteleteik. A hajdúböszörményi emberek annak idején a zsidókat nagyon szerették, befogadták a városba. Én úgy emlékszem, hogy gyermekként erről nagyon sok szép történetet hallottam. Egyetlen kántor és sakter élt nálunk 1983-ig, Heinrich Menyhért, és ő köztiszteletben álló ember volt Hajdúböszörményben. Amikor tanítottam 5. osztályba vagy 6. osztályba az ókor zenéjét, a gyerekek minél többféle kultúrát ismerenek meg, akkor meghallgattunk mostani héber zenét, és a gyerekek egyszerűen azt mondták, hogy ez fantasztikus, és ők mindenképpen tanulni akarnak új héber dalokat. Úgyhogy ez inkább alulról jövő kezdeményezésnek is tekinthető. Az új héber dalok szerintem a mi egyházi zenénk alapját képezik. Szerintem jelenleg a világ legnemzetközibb kultúrája fejlődik most Izraelben, és ezt mindannyiunk magunknak tekinthetjük. Kedves vendégek, drága gyerekek! Tudom, messziről jöttetek. Tudom, hogy tiszta szívvel, szeretettel és jósággal fogjátok azokat a dalokat énekelni, amelyek a mi őseink nyelvén hangzanak el héberül. Adja a jó teremtő, hogy ami a ti ajkatokon ma elhangzik, az olyan legyen, mint egy csodálatos ének, amely örökkig visszhangozzék életetekben, és a mi életünkben is. Mi zsidók mindig énekeltünk, mindenkor. És az ének az embert közel viszi a mindenható jó Istenhez, aki, ha meghallgat bennünket, akkor hallgat meg, ha a szívünk tiszta. Kívánom, hogy tiszta szívvel, lélekkel ti itt, szüleitek otthon, örüljenek nektek, és ti magatoknak, és mi is, mindannyian, akik itt vagyunk, örömben, szeretetben várjuk ezeknek a gyerekeknek a dalát, akik eljöttek igen messziről, hogy bennünket közelebb vigyenek Istenhez, hitünkhöz, vallásunkhoz. Ebben Heben Nusha!
Am Israel hay, am Elidai, am Elidai, am Elidai. Megengedik a szombati liturgiából, a szombat délelőtti liturgiánkból, hadd énekeljek egy Sömá Iszróért. Ez a feldolgozás Leibele Glanz feldolgozása. Hallgassák szerintem. Ora che per la mia, ora che per la mia, ora che per la mia.
igaz szeretettel. Szívem minden melegével köszöntelek benneteket, és köszöntöm Takács Sárát is, aki el szokott jönni a mi templomunkban, és jól érzi magát köztünk. Azt szoktam mondani, aki közénk jön, az érezze magát közöttünk itthon. Itthon éreztétek magatokat felül? Igen! Igen. Nagyon örülök. Tudjátok, ökonomikus most az összejövetel. Biztos van közöttetek református, van katolikus, ugye? Igen. Evangélikus és tudjátok, az Új Testamentumban a tanítványok azt mondták Jézusnak, rabbi, rabbi. Igazán ezt mondták. Tehát az, ami azt jelenti, mesterem, tanítom. Hát én mostan, mint ennek a gyülekezetnek mestere és tanítója, úgy foglak benneteket megáldani, amiképpen az első főpap, Áron főpap megáldotta Izrael fiait a Színái pusztaságban. Néhány hónappal ezelőtt, éppen decemberben, itt Budapesten, a Teréz templomban én tartottam az ünnepi beszédet, és mellettem állt a miskolci pap, aki püspök úr. És akkor én mondottam néki, áldjuk meg a gyülekezetet úgy, hogy én héberül, és a püspök úr pedig magyarul. Hát, mint hogy én egyedül vagyok itt, én megáldalak titeket. A tanítónénivel, Hankó Edittel együtt. És mindenkit, aki itt van, az Edittel valaki, kicsit, hogy maga kicsit. És mindenkit megáldok az ősi papi áldással, amely szívemből szakad, emelkedik, és a lelketekben jusson el. Mondjátok meg otthon az apukának, anyukának, hogy olyan jól éreztétek magatokat, hogy itthon éreztétek magatokat közöttünk együtt, és olyan gyönyörűen énekeltétek, halleluja! Az héber szó azt jelenti, hogy énekeljünk, hogy dicsérjük Istent. Hát dicsértétek Istent szívvel, lélekkel, és azt voltátok az egyik dalban, hogy hitre ott, viszontlátásra. Remélem, hogy ez nem csak egy elhangzott szó volt ajkatokról, hanem meg fogjuk szervezni, hogy máskor is eljöjjetek, és sokan, nagyon sokan legyenek, ne is térjenek be a teremben. És most pedig mondom az ősi áldást. Jéva rehökó adonai veismerehó. Ti gyermekek, ti felnőttek, áldjon meg benneteket az örökké való Isten, és őrizzen meg. Jóér adonai polnov illehó vichunekó. Ragyogtassa az örökké való orcáját felétek, és az ő kegyelmet kísérjen egész életetekben. A boldogság, a szeretet, a jóság felé. Jiszó Adonai, Pónok, Éleho, fordítsa az örökké való az ő orcáját ti felétek. Ve Jószimreho, és adjon néktek, ahogy énekeltétek, ahogy szóltatok a gyülekezetemhez, és én hozzám is. Shalom, békét, békét! Otthon, iskolában, mindenütt, szülőknek, testvéreknek, és a gyülekezet minden tagjának, és a tanítónéniknek, hogy örömünk legyen nekünk, akik elmúlás felé indulunk, és örömetek legyen ti néktek az életben, akik el fogtok indulni, hogy egy szebb, boldogabb, igazabb élet legyen itt ebben a szép országban, és szerte az egész világon, és az őseinknek földjén, ahol a ti őseitek is tanítottak, tanultak, és Isten dicsőítette. Áldjon az Úr benneteket, úgy legyen. Amen.